Már a hatóság is nyomoz a híd botrány ügyében. Nemrég Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést azután, hogy egy fentes levélíról szerint a Lánchíd beruházásból kiszivattyúzott másfél milliárd forint nagy része a városházra kerülhetett. Az ügyben hivatali vesztegetés gyanújával indította meg a nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda. Gábor folytatja vendégével. Köszönjük szépen Ifje Blomnici Zoltánnal, a Századvég tanácsadójával, alkotmányjogásszal, vendégünkkel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A hivatali vesztegetésről kérdezném így első körben, a jelenlegi tudásunk szerint, hát amely főként az újságokból származik, és van itt egy feljelentés, vizsgálat is indul, körvonalazható, hogy, hogy miről van itt szó pontosan? Most a vesztegetésre kérdezek rá. Igen. A... Hétköznapi kifejezéssel élve a vesztegetés körében elsősorban azt az esetkört szokták ismerni a kedves nézők is, amikor valamilyen előny, valamilyen cél elérése érdekében illegális pénzmozgás történik, még hétköznapi nyelven csúszó pénz cserél gazdát, és hogy ebben az esetben. Akár ez, akár a költségvetési csalásnak a gyanúja, hogyan fonódik bele a történetbe. Rendkívül egyszerű, hogyha a Kehi jelentését megnézzük, akkor az a jelentés egy linearitást mutat egészen a megrendelő által történő kifizetés. Tényétől, addig a pillanatig, hogy két ügyvéd készpénzben felveszi azt az összeget, amely a kehi jelentés alapján részét képezte valamikor is annak a vállalkozói díjnak, amely átutalásra került, és amely a Tarlós István által megkötött, vagy megkötni szándékozott szerződéshez képest 23%-os növekményt és kevesebb műszaki tartalmat hordozott magában, és, és ez jellemezte ezt a bizonyos szerződést, amely a láncét felújítására irányult. Budai Julának vannak arról információi, hogy egy bizonyos címen, egy budai bevásárlóközpontban központban az ügy szereplői találkoztak egymással, és Miután készpénzről beszélünk, ugye bizonyítható és igazolható, hogy itt több millió forint készpénz, ez mozgatható volt, ezért nem érdektelen, hogy látunk-e olyan helyszíneket, olyan irodákat, ahol esetleg ezzel a készpénzzel valakik valamit csináltak. Ugye ez is egy lényeges szempontja lehet ennek a kérdésnek. Teljes mértékben, és uh, itt uh most és ez időtájt is érdemes és ennek kapcsán leszögezni, hogy a kisebb értékű készpénzmozgás az természetesen a nyugati demokráciákban is teljesen elfogadott. A nagyobb értékű pénzmozgásoknál szokták mondani, hogy a nyomon követése nehéz, hozzátéve, hogy ennek is megvannak természetesen a trükkjei, meg tudnak jelölni pénzeket a hatóság, sorszám alapján be tudnak azonosítani pénzeket, tehát nem teljesen veszett ügy, hogyha készpénz kötegek után kell menni, de jóval nehezebb nyilván, mint hogyha elektronikus tranzakciókat kell lenyomozni, figyelemmel követni és kísérni. Az állítások között ott szerepel az is, hogy visszakerülhetett a készpénz valamekkora része a kivitelezőhöz. Tehát, hogy az áhíd érintett lehet abban a kérdésben is, hogy valójában egy körforgásról beszélünk. Itt, itt mit lát ön lényegesnek kiemelni ebből a szempontból? Ugye az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, és ilyen kényes ügyekben nagyon fontos leszögezni, hogy az oknyomozó újságírás eredményeit is figyelembe véve, azért azt rögzíteni kell, hogy nagyon súlyos bűncselekmények gyanújáról van szó, hiszen amikor például ilyen esetben visszatér a pénz, akkor ez nyilvánvalóan például a a közteherviselés terhe alól kikerül. Ezért említettem a költségvetési csalást. De alkalmas minden ilyen aktus a pénzmosása is, hiszen hogyha bűncselekményből származik bármilyen jövedelem, és bekeverik egy tiszta jövedelemhalmaz közé, akkor ezáltal megtisztul, és az eredeti bűncselekményt feltárni, amiből származik a vagyon, már sokkal nehezebb. Uh, és sorolhatnánk még példának okáért uh, uh, ilyen esetekben felszokott merülni a. Uh, költségvetési csaláson belül az európai uniós pénzügyi érdekek sérelme ugye ne felejtjük el, hogy az, az európai beruházási banktól vett föl hitelt a főváros, hogy finanszírozza részben a láncit felújítását, tehát több olyan súlyos bűncselekmény gyanúja merül föl, amely valóban a sajtóban is megjelent, és még egy utolsó, a számlagyár kifejezés is bekeveredett ebbe a kontextusba. Itt akkor beszélhetünk Hasonló képződményről, hogyha valódi gazdasági teljesítmény nélküli szerződés köttetik, és erről bocsátanak ki egyébként számlát, ami mögött nincs tartalom, viszont így a, az adókedvezményeket, közteherkedvezményeket viszont igénybe tudják venni, stb. stb. le tudják írni, tehát, és még nem beszéltünk arról, hogy letéti pénzről emelték le, ott a letétkezelés kapcsán is felmerülhet bűncselekmény, zugirászat, hogyha esetleg nem ügyvédi felhatalmazással Végzett valaki ügyvédi tevékenységet. De hát ez nem, hogy mondjam, egy svéd asztal, amiről itt most válogatunk. Az a lényeg, hogy ezeket a bűncselekményeket nyilván a hatóság is ismeri a tényállással, tisztában van, és majd eldönti, hogy meggyanúsít-e újabb személyeket, illetve újabb bűncselekményi kört megjelöl -e. Így van, folynak ezek a vizsgálatok, a nyomozati iratok a megfelelő megfelelő helyen vannak. Én is nagyon ügyelek arra, hogy mindig csak tényeket soroljak a kérdésekben, és engem nem hagy nyugodni az a része ennek a dolognak, hogy van egy szereplője ennek az ügynek, aki egy felfüggesztetet a hivatásától ha megfelelő kifejezést használom, eltiltott ügyvéd abban a pillanatban, amikor ezek a szerződések zajlanak. Nyugodtan javítson ki, ha nem megfelelő kifejezést használtam, de én így látom, hogy egy felfüggesztett ügyvéd volt az, aki ezt a készpénzt magához vette. Ez hogy fordulhatott elő? A részleteket valóban nem ismerjük, de szerintem teljesen adekvát ez a megközelítés. Egy ügyvédi jogosultságát gyakorolni nem képes személy Neve forog a sajtóban, aki ráadásul testvérével, a Transparency International igazgatójával közös céget vitt sokáig, amiből aztán a hírek nyomán kilépett gyorsan a Transparency, egészen pontosan az Amnesty International igazgatója tobzódunk itt az NGO-kban elnézést. És az a lényeg, hogy ebben az esetben említettem, hogy felmerül az ugirászat, de hogyha mint magánszemély tekintünk valakire, aki egy letéti számlához hozzányúl, ami elméletileg korábban az övé volt, de már vagy nem lenne jogosult hozzáférni, vagy egyébként pénzt levenni, akkor is ez egy hatósági vizsgálattárgyát képezheti ez a típusú aktus. Tudni kell, hogy a letét minden esetben a teljesítés Védelmét szolgálja egy biztosíték arra, hogy a teljesítés vagy megrendelői oldalról, vagy vállalkozói oldalról megtörténik. Tehát a hitpénzbotrányban ismerjük a számokat: 23%-kal lett drágább, 60-szorosára nőtt az az előleg, amelyet a vállalkozók lehívhattak, viszont a ködbér mértéke megfeleződött. Ez mind-mind a, a fővárosi polgárok uh, uh, java, java elleni lépés, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, tehát ezek mind-mind olyan lépések, amelyek a főváros vagyonát sokkal jobban veszélyeztetik, mint hogyha ezek a számok nem merültek volna föl, illetve az eredeti tervhez ragaszkodtak volna, ami a tarlósírában lévő szerződésben került rögzítésre. Évjáblom Zoltán, köszönöm az elemzést. Köszönöm szépen.